Azt gondolom, hogy hát ha néhány embernek elmondhatom a véleményem, és néhányan mellém állnak ebben az ügyben, mert szerintem a foci nagy bajban van. Azért van nagy bajban, amit gondoljanak bele, 1970-ben Végantal megírta a Miért beteg a magyar futball című könyvét. Na, ha 70-ben beteg volt, akkor most hulla. Méghozzá nem ilyen nagyjából hulla, hanem már oszlatozó hulla a magyar futball. Ha 70-ben az a teljesítmény kevés volt, akkor gondoljanak bele, hogy most hol tartunk. És hogy ennek mi az oka, ezt a magyar futballszakma 30 éve ezt a kórismét nem tudja megállapítani. Nem tudják elmondani, hogy kérem, azért vagyunk rosszak, mert. Az egyik munkádban azt olvastam az interneten, hogy a magyar labdarúgás élt 1900-tól 1970-ig, és egy gyászszünettel kellene kezdeni. Nem tudom, ugye emlékszel, a sok szakmunkád közül az egyiket így kezdted. Kifejtenéd nekünk, hogy pontosan mire gondolsz? Hát a következő dolog történt. A magyar labdarúgó kultúra alapjait az 20 év alatt lerakták, tehát amikor elkezdett a magyar labdarúgás eltérni 1900-tól, 1920-ra egy komplett kultúrát hoztak létre a magyarok. Ez a kultúra, ez egész más típusú játékot játszott, mint az akkor hagyományos angol típusú játék, ezt Dunamenti iskolának hívták, közép-európai játékstílus nevet kapta. Most csak úgy zárójelben mondanám, tehát amióta Mezijék sírnak 70 óta, hogy a magyar foci így süllyed, meg úgy süllyed, és mindig újabb és újabb megváltó ötletekkel jönnek elő, 40 éve nem történik itt semmi, és azért mondom, hogy nulláról kultúrát teremtettünk. Úgy, hogy a világ élvonalába szaladtunk. Tehát igazából ide szakmai tudás kellene, és nem vágyálom meg pénzről regelni. Nézzék meg, hogy magyar edző külföldön a László Csaba kivételével, aki egy erdélyi magyar, nincsen. Csak egy kérdést teszek föl, mi ennek az oka, hogy magyar edző nem kell külföldre? Tehát ez az alapprobléma, hogy a magyar edző nem olvas. Tehát a szakanyagok 90%-a kezemben van. Újságot adok ki, oktató DVD-t adok, weblapon van, könyvet adok ki. És tudom, hányan veszi. Sőt, tovább megyek. A tradicionális magyar labdarúgás alapelvei könyvből 1000-et ingyen elosztottam edzőknek. A 30%-a elolvasta. Pedig 5 perc alatt leveszem, ha bárkivel beszél, hogy beleolvasott, vagy nem. Mert annyira mást kezd el fogalmi rendszert használni, mások kezd gondolkozni, mert annyira másról szól a történet, hogy sajnos még az ingyen szakanyagot, tehát nem, hogy nem pénzt nem áldoz rá, még az ingyen szakanyagot sem olvassa a magyar edző. Nézzék meg, hogy az első osztályban szereplő, vagy lehet, igen, a magasabb futballkultúrákban levő első osztályban szereplő játékosunk, alig van köztük kezdő. Csak néhány kezdőjátékos van, pedig itthon talentumnak számítottak. Vajon mi ennek az oka? Most a Mezijék elfelejtették egy, a saját hagyományokat fölkutatni. Kettő, a holland szakanyagot, mert ez egy holland anyag volt, és egy nagyon komplett játékelmélet volt, azt a Bot Józsi átértelmezte. És olyan álholland anyagot hozott létre, aminek a végterméke az, hogy rossz játékosokat képzünk a mai napig, és én úgy fogalmazok, hogy ügyeske játékosokat képzünk. Kimegy egy próbajátékra, ő ez ügyeske, tehát sok mindent tud, de semmit se jól, tökéletesen. Hát az angol játékos, ha megnézed Angliában, 3 dolgot tud, ami az angol kultúrához kell, ügyetlen, de párharcban jó, minden helyzetben jól lő, jó fejjel, jól íveli a labdát, fizikailag tökéletes. És profi mentalitás, és körülbelül ennyit tud a futballról. De azt tudja. Na most a magyar játékos az igazából sehova nem jó. Tehát a spanyol kultúrához gyenge, a hollandhoz gyengécske, a némethez oda párharcban nem jó. Tehát mindig valami sok mindent tud, de semmit se jó. 1995-ben én nem emlékszem annak a magyar atlétaedzőnek a nevére, aki talán Jámbornak hívják, aki az Ajaxnál dolgozott. Az már elmondta azt, hogy az Ajaxban egyébként 10 csapatot indítanak el, 6 éves, 8 éves, 10 éves korban, és akkor minden évben, és az elsődleges kiválasztási szempont a gyorsaság. Az Overmars nevű játékosok például Hollandiában egy ügyetlen gyerek volt. Nem tudott futballozni, de rendkívül gyors volt. Azt mondták neki, csak told meg, fussál le, add be, és akkor jött egy Kluivert nevű gyerek, aki meg jó volt, az mindig befejelte a gólt. De nem jutottunk idáig. Mondják, ki a hibás ebben? Hogy a magyar futball kiválasztásában egyébként ezt a szempontot nem képviselték. 30 éve nézzük, és azt kérdezzük, miért beteg a magyar futball? A kellemetlen helyzetbe hozni, de az előbb említett egy kifejezést, ami nagyon-nagyon brutálisan hangzott, futballgyilkos. Hát minden viszonyítás kérdése, tehát ha a magyar labdarúgó tradíció tanításai igazak,
már pedig működött 70 évig és eredményt szállított. Ebből a megközelítésből a mai edző generációnak, különösen az idősebb generációnak minimum egy szöget belevett a magyar labdarúgás sírjába, vagy a koporsójába. Tehát az én olvasatomban a Mezei doktor bevezette az UEFA rendszer edzőképzést, a Bot József, az Egervári, akinek kultúrát kéne teremteni, ehelyett szeretőhető csapatot csinál, vagy a csap, vagy bármelyiket vehetjük. Igazából egy métert nem tett a magyar futballért. Következésképpen szerepet játszott abban, hogy ma nincs labdarúgó kultúra. Akár futballgyilkosoknak is nevezhetjük őket. Mi sem jellemzőbb, hogy a Sir Alex Ferguson eljött Magyarországra egy előadást tartani. Magyar edzőknek. Csak azt szeretném mondani önöknek, hogy az előadás végén nem volt kérdés. Vajon mindent tudunk a magyar futballszakmáról? Egy egyszerű példát, Mezei doktor bejött előadást tartani az edzőképzésnél, föltött egy kérdést, és mindenki bújt le a másik mögé, nehogy esetleg meg kelljen szólalni. Hát félelem uralkodik a magyar labdarúgásban az edzőképzésnél. Én csak legendaként hallottam ezt a szakmai konferenciát, amit Sir Alex tartott itt Magyarországon, hogy állítólag nem kérdeztek semmit tőle a magyar edzőket. Hogy egy ember tett szem, Bicskei, ott voltam személyesen, tett fel kérdést, kérdezni sem ennek. Mert az edző azt hiszi, hogy szurkolói szintű kérdést tesz föl, és fél, hogy esetleg lejárt. Az edző az mindig akkor okos, amikor kettő beszél, vagy három. De csoportban az egyik sem. Tehát mondok egy másik példát. Volt egy továbbképzés, amit a Bicskei szervezett, akkor volt vége az Európa-bajnokságnak. És az Európa-bajnokság tapasztalatait kellett volna megbeszélni a magyar edzőknek. Ugye ez kim volt Ausztriába, a magyar MLS pénzén utazott ki nem tudom hány edző, ingyen bementek a meccsre, és ilyen nagy horderejű bölcs megállapítások voltak. Ma már senki nem mehet biztosra, mert a kis csapat is elvereti a nagy csapatot. A meccs 90 percig tart, mert volt, aki a végén nyert. Vagy volt még olyasmi, hogy a futballban már üzlet. És ilyen bölcseleteket mondtak a magyar életző. Tehát ennyit erről. Hát nézd meg a VB-ket, utána nem jelenik meg egy normális szakelemzés. Hát ha megnézed a 63.hu meg a Népsport blogokat, a szurkolók komolyabb szintű szellemi tőkét hordtak eddig össze, mint az UEFA, A, B, meg Pro, meg az összes képzés együttvéve. Tehát a magyar edzői kar közelében nincs a lelkes szurkolóknak. Ezt halál komolyan mondom, olyan komoly szakcikket csinálnak. És sok mindent oktatni lehetne, és az edzőképzésben semmi nem jelenik meg. Semmi. Ezért mondom, nem az iparági tudás jelenik meg, hanem valamilyen érdekviszony mentén csókosoknak az anyaga. Az a helyzet, hogy szerintem elérkezett az idő, és most már a tulajdonosok is azon az állásponton vannak, hogy véget ért a magyar edzésporgó. Véget ért. Viccesen azt mondják mostanában off. Azért ért véget, mert egyébként azt látják, hogy minden, ami a magyar edzőkből hiányzik, az megvan egy külföldiben. És nézzék meg, belga, portugál, olasz, holland edzők jöttek Magyarországra. És jönnek a következők. Higgyék el, nincs megállj már, mert a tulajdonosok egyébként a saját pénzüket rakják bele. Szóval szerintem a külföldi edzőknek nem is csak a szaktudása, hanem a morális tartása is sokkal nagyobb, és ezért aztán ők jönnek, és nagyon szeretném, hogyha lennének olyan magyar edzők, akik ehhez csatlakoznának, mert ez az egyetlen kivezető út, hogy Magyarországon újra méltó futball legyen. Mi a véleményed az itt dolgozó szakemberekről? Most ne hegyezzük ki pont Ricardo Molizra, hiszen az ő a csapatomat edzi, hanem az itt dolgozó Szóza, ugye az említett Ricardo Moniz, a Liláknál dolgozó belga szakember, vagy a Honvédot éppen trenírozó Rossi. Nos, a magyar futballnak jót tesz, ha külföldi hatások érik, annál is inkább, hiszen a magyar labdarúgó kultúrát az Jimmy Hogan, skót edző teremtette, tehát nem akárki. Ráadásul a magyar labdarúgó kultúra abban is sajátos volt, hogy több stílus jelenítődött meg az országban. Tehát a braziloknál mindenki brazilul játszik, olaszoknál olaszul, angoloknál angolul. Ellenben a magyaroknál több stílus jelenítődött meg, a Ferencváros kb. Olyat játszott, mint a Real Madrid, a MTK hasonlott, mint a Barcelona, és a 3-4 csapat játszott tradicionális stílust, Honvéd mondjuk, meg a Dózsa, talán még a Vasas is idevehető, és a többi ezt szépen lemásolta. Tehát a lényeg, visszatérve a kérdésre, a külföldi hatások nagyon jók. Én állítom, azért jobb a magyar NB1 most, mert jöttek a külföldi edzők. És nem azért, mert az ő szakmai munkájuk jobb, hanem a hatások jobb. Azt gondolom, hogy hát ha néhány embernek elmondhatom a véleményem, és néhányan mellém állnak ebben az ügyben, mert szerintem a foci nagy bajban van.
azért van nagy bajban, amit a, gondoljanak bele, 1970-ben Végantal megírta a Miért beteg a magyar futball című könyvét. Na, ha 70-ben beteg volt, akkor most hulla. Méghozzá nem ilyen nagyjából hulla, hanem már oszlatozó hulla a magyar futball. Tehát az én olvasatomban a Mezei doktor bevezette az UEFA rendszeredző képzést, a Bot József, az Egervári, akinek kultúrát kéne teremteni, ehelyett szeretőhető csapatot csinál, vagy a Csank, vagy bármelyiket vehetjük. Igazából egy métert nem tett a magyar futballért. Következésképpen szerepet játszott abban, hogy ma nincs labdarúgó kultúra. Akár futballgyilkosoknak is nevezhetjük őket.